Test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttöt, és táplálkozásról, mégpedig a köretekről fogunk most beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Erdei Lilla dietetikus. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Szia! Talán kezdjük el azzal, hogy mik az egészségtelen köretek, illetve vannak-e egészségtelen köretek? Mi magyarok azért szeretünk egy kicsit zsírban tocsogó ételeket enni, és ez azért jellemző szerintem ezekre is. Így van, ugye az egyik leggyakoribb köret a sült krumpli, ami önmagában nem egészségtelen, csak az a mennyiség, amit sokan elfogyasztanak meg, amilyen sokszor, tehát mondjuk egy héten többször is az asztalra kerül a sült krumpli, amiben valóban nagyon magas a zsírtartalom, hiszen bőzsírban sült, magába szívja, általában nagyon meg is vannak sózva, így éppen ezért ez nem feltétlen az egészséges kategóriába tartozik, de hangsúlyozom, hogy a mennyiség szabja meg inkább azt, hogy mennyire egészséges vagy nem egészséges. A burgonya alapvetően akkor jó köretnek számít, csak az elkészítés móddal van a probléma? Igen, és azzal, hogy mennyit teszünk belőle. Mennyit tanácsos akkor mondjuk burgonyából fogyasztani, vagy mennyiszer kerüljön mondjuk hetente a tányérunkra? Tulajdonképpen az a legjobb, hogyha minél változatosabban eszünk, és lehet azt mondani, hogy hetente egyszer-kétszer nyugodtan, és akkor a többi nap meg legyen teljesen más, hát ne rizs, meg tészta legyen a többi, és ez a három a leggyakoribb minden családban, a rizs, tészta, burgonya valamilyen formában elkészítve, hanem nagyon sok más gabonaféle létezik még, és ne feledkezzünk meg a zöldségekről, amiket ugyanúgy tudunk köretként tálalni. Maradjunk még azért egy picit ennél a hármasságnál. A rizssel mi a helyzet? Az azért jó, vagy hát nem véletlenül fogyasztják mondjuk Ázsiában minden nap, szinte minden étkezésre a rizst. Éppenséggel Ázsiában azért fogyasztják minden nap minden étkezéshez. Pontosan, hogy azt megszokták, azt termesztik ott, az a legolcsóbb élelmiszer számukra, az elterjedt. Annak is megvannak az előnyei, hátrányai, hasonlóan a burgonyához. Többnyire a rizst azért nem szoktuk bőzsírban sütni, mint a burgonyát, tehát nem fog magába annyi zsíradékot szívni, de mondjuk egy köretnyi burgonya kontra egy köretnyi rizs. Általában, hogyha ez nem a sült krumpli, hanem mondjuk csak egy burgonyapüré, abban kevesebb a kalória egy adag burgonyában, mint egy adag rizsben. Hogyha ezeket a klasszikus anyagkiszabatokat nézzük, persze mindenki ugye magának másképp teszi a tányérjára, tehát megint csak a mennyiség. Milyen a érdekes. Fő meghatározó. Én azt hittem, hogy pontosan fordítva van, hogy a rizsben van mondjuk kevesebb kalória. A tésztáról szerintem nem érdemes sok szót ejtenünk, hiszen abban elég kevés a vitamin. Úgyhogy akkor térjünk rá mondjuk az alternatív köretekre. Itt említetted, hogy például a zöldségek is lehetnek fantasztikusan elkészített köretek. Így van. Ezek azért is lennének fontosak, hogy többet iktassunk az étrendünkbe, mert ugye magasabb a rosttartalmuk, sokkal vizesebbek, a legtöbb zöldség, kivéve a hüvelyesek, azok ugye sokkal vizesebbek, ezáltal egy egységnyi térfogatban kisebb az energiamennyiség, és hogyha ezzel pótoljuk, akkor nagy valószínűséggel nem fogjuk túlenni magunkat. Vagy hogyha aktuálisan úgy is érezzük, hogy jól laktunk, ez benne a trükk, de nem viszünk be vele annyi energiát, mint a többi körettel. De a legjobb az lenne, hogyha ennénk ezt is, vagy azt is. És nem ezt is, azt is, hanem tulajdonképpen mindkettőt. Nem az a cél, hogy valamit kizárjunk, hanem hogy egyensúlyt teremtsünk. Mi a helyzet akkor a zöldségekkel? Hogyan kell elkészíteni őket? Vagy hogyan jó elkészíteni, hogy ugye mentes legyen ettől a zsírban, olajban tocsogástól? Egyszer-egyszer lehet ezeket is akár úgy elkészíteni, például rántott brokkoli, de inkább ritkábban. Bárhogyan el lehet őket készíteni, és a főzelékek is ugyanúgy jó köretnek számítanak. Nagyon sokszor hallom azt, de hát, hogy abba kerül liszt, a habarás, de hát hasonlítsuk össze, az egy kanál liszt, ami belekerül egy adagba, az nem egy hatalmas mennyiség, de ott van benne az a rengeteg zöldség, 100-150-200 g-nyi zöldség ott van. Ezt persze elfogyaszthatjuk salátaként is. Készíthetünk olyan köreteket, hogy mondjuk rizs vagy burgonya a köretnek a fele, vagy egy negyede, egy harmada, a többi pedig mind valamilyen zöldség. Lehet ez frissen készített saláta, de lehetnek ezek darabolt zöldségek, paprika, paradicsom, uborka is, de a főtt brokkoli, karfiol, vagy a sült cukkini padlizsán ugyanúgy megfelelnek. Na most ezek, amiket elsoroltál, paprika, paradicsom, cukkini, ezek mind nyári zöldségek, télen, akkor mi kerüljön a tányérunkra, vagy mi lehet ebben a februári hideg, havas időszakban köret a tányérunkon? Szerencsére azért ezek a
zöldségek is elérhetők, még hogyha nem is hazai termesztésűek. Másrészt jól működhetnek a savanyúságok is, csak általában a legtöbb ember keveset eszik belőle. Akinek ízlik, egyen többet, akinek nem ízlik, próbálja meg másképp pótolni. Valamint a gyorsfagyasztott zöldségköretek is nagyon jól tudnak működni. A gyorsfagyasztási eljárás sokkal jobb, mint mondjuk a konzerv zöldségekre gondolunk, mert sokkal jobban megőrzi a zöldségeknek a vitamin ásványi anyag tartalmát, az állaga is hasonló lesz, és ezeket nyugodtan lehet használni, ezeket az ilyen olyan gyorsfagyasztott zöldségeket, és köret az is, zöldség az is. Csak sokszor talán óckodunk tőle. Itt jegyezném meg, hogy tegnap szerintem egy fél üveg céklát ettem meg vacsorára. Köszönöm szépen, de hogy nagyon sokszor beszéltünk már erről, hogy mennyire finomak a savanyúságok. Na akkor nézzük sorba a gabonákat, amik szintén alternatív köretként működhetnek. Először beszéljünk egy kicsit a kölesről. Igen. Először az alternatív gabonáknál azt szeretném elmondani, hogy ugye beszéltünk a burgonya rizs tésztáról. Az összes többi alternatív gabonaféle az is ebbe a csoportba tartozik. Tehát a keményítő tartalmuk, a kalóriatartalmuk, az tulajdonképpen megegyezik a burgonya rizs tészta kategóriával, csak más vitaminok, ásványi anyagok, bioaktív anyagok vannak benne, ezért fontos, hogy beillesszük a mindennapi táplálkozásunkba, hogy változatosabbak legyünk. A köles az egy gabonaféle, nincsen benne sikérképző fehérje, nincsen benne glutén, és picit más az ásványi anyag tartalma, az íze, mint mondjuk a rizsnek, az elkészítése pedig hasonló a rizshez képest. Azt olvastam, hogy a kölest például lehet édesen is készíteni, vagy mondjuk nem feltétlenül kell itt mondjuk a pörkölt mellé elképzelni a kölest, és igazából bevallom, hogy én főztem már sokszor kölest reggelire, ez jónak számít, vagy mondjuk indíthatjuk ezzel a reggelünket? Nyugodt szívvel indítsd ezzel a reggeled. Megint csak a mennyiség a fontos, meg hogy mitől édes, mennyi cukrot teszel bele? Teszel-e bele cukrot, vagy más ízesítő anyagokat, például egy almás, fahéjas, köleses kása, azért nagyon jó reggeli lehet. Mi a helyzet a bulgurral? A bulgur az tulajdonképpen búzatöret, tehát mondjuk az ásványi anyag vitamin tartalom tekintetében a tésztához sorolnám, egy alternatív változata, más jellegű, könnyű elkészíteni, általában pár perc alatt kész van. Ugyanígy a kuszkusz, az ugyanez a kategória, csak kisebb szemcseméret. Változatosabbá tehetjük vele az ételeinket. Akkor mondjuk itt ellentétben a kölessel ezt gluténérzékenyek nem fogyasztatják. Van a következő a listában, az pedig a hajdina, azzal mi a helyzet? Na, a hajdina az növénytanilag az valóban egy alternatív gabonafél, egy pseudocereália, mert növénytanilag nem a gabonákhoz sorolható, de a keményítő tartalma, az elkészítése, a fogyasztása, az megegyezik ezekkel a magas keményítő tartalmú köretekkel. A hajdina is gluténmentes, tehát a gluténérzékenyek ugyanúgy fogyaszthatják, akár a kölest vagy a rizst. És mi a helyzet a kinoával? Ez is egy olyan mostanában divatos alapanyag lett. A kinoa az, annak Dél-Amerika, Közép-Amerika az őshazája, az is egy pseudocereália, és inkább Amerikából gyűrűzött be. Az európai megfelelője a köles. Én azt gondolom, ez csak én gondolom, hogy itt Európában felesleges. Egyszer-egyszer ki lehet próbálni, de elég nagy utat tesz meg ahhoz, hogy ide jusson. A köles annyi teljesen megfelel, de nyugodtan kóstoljuk meg, ki lehet próbálni, az is gluténmentes. Miért lettek mostanában divatosak ezek az alapanyagok? Mondjuk, ha a hajdinát nézzük, vagy mondjuk a kölest, azért ha visszatekintünk a történelemben, azért a népi konyhában ott voltak ezek. Igen. Az alapanyagok. Miért fedeztük fel most őket mégis újra? Összetett kérdés részben azért, mert megjelentek, vagy inkább felerősödtek a táplálékallergiáknak, mint a gluténérzékenységnek a jelentősége, és ez hozta vissza. Másrészről pedig egyszerűen divatossá vált az emberek számára az egészség, ami jó, hogy sokkal fontosabb lett számukra az egészséges életmód, egészséges táplálkozás, és részben a változatosság miatt, részben pedig azért, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ezekben mondjuk kevesebb a kalória, segíti a fogyást, holott
ezt így nem mondanám, a mennyiség határozza meg, de a változatosság miatt viszont nagyon jó, hogy elterjedtek lettek, és egyre több konyhában felfedezhetőek ezek. Nekem is van mondjuk itt az öt felsorolt közül mondjuk személyes kedvencem, ugye ez a köles, és én mondom, én édesen szoktam elkészíteni. Van ezeknek mondjuk mellékíze, vagy hogyan kell őket mondjuk főzni? Általában azért bővízben úgy mondjuk, mint a rizst úgy kell elkészíteni, de hogy ezeket a mellékízeket eltüntetni, vagy hogyan kell őket mondjuk fűszerezni? Bárhogyan lehet fűszerezni, kinek hogy esik jól. Mellékíz, ki hogy éli meg azt az ízt, esetleg segíthet az, hogy előtte leöblíteni, tehát a zacskóból nem egyből a fazékba önteni, hanem egy kis leöblítés szűrőbe, az segíthet rajta, de ezeknek más az ízük, tehát hogy ez ezzel jár, és bárhogyan lehet fűszerezni őket. Ahogy mondtad, lehet édesen is elkészíteni, ha valakinek úgy ízlik, nyugodtan lehet rá bármilyen borsot, paprikát, hagymát rakni, akkor kicsit magyarosabb az irány, de ki lehet próbálni a bazsalikomot, olívát, vagy koriandert, kinek mi jön be, bármilyen fűszerezést lehet alkalmazni. Te ezek közül szoktál valamelyiket főzni, vagy nála megjelenik mondjuk otthon a konyhában? Nem, mindegyik megjelenik. Tényleg? Én az alapján használom, hogy milyen jellegű ételt, mondjuk milyen konyhának, melyik ország konyhájának az ételét kívánom megfőzni, és ahhoz melyik illik, és megfelelő fűszerezést kap hozzá. Nagyon szépen köszönöm, Lilla, hogy itt voltál velünk. Én nagyon veszélyesek ezek a témák, mindig éhes leszek. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.